Atkának köszönhetően sikerült beszerzésre kerítenem a Trials HD nevű Arcade Xbox Live játékot, aminek köszönhető, hogy most láthatjátok ezt a kis videó bemutatót. A Redlinks játékáról lenne szó, ők a Miniclipnek készítettek eleinte ilyen triálos játékokat, aztán kinőtték magukat, egyre jobb verziók jöttek, és végül itt megállt a dolog, sőt már több DLC is kijött a Trials HD-hoz, hát akkor nézzük igazából a játék lényegét. Playgame-be megtalálhatjuk azt, amit igazából minden más játékban kiválaszthatjuk a nekünk tetsző pályákat. Itt igazából külön vannak szedve Beginner, Easy, Medium, egészen Extreme fokozatig. A nehézségi szintek, én most egy easy-t fogok választani, biztos, ami biztos végig tudjunk érni a pályán. Itt mutatja is amúgy a játék, hogy melyik pályán milyen helyezést értünk el, sőt, még ki is írja a helyezésünket az alsó listán. Lássuk csak, ez jó lesz. Egy 250 köbcentis Phoenix Evo névre keresztelt motorral fogok most menni. Nézzük. A fenti csíkban láthatjuk, hogy az első helyezett a barátlistánkon, akinek megvan a játék, az éppen hol tartózkodik. Tehát, hogy előttünk van-e, vagy mögöttünk. Hát ez most nem sikerült. Láthatjuk, hogy be is értünk a célba, hát a végén azért egyet kaptunk még. Na, a bronzból sikerült csinálni egy gold medált, úgyhogy majdnem elsők is lettünk a saját listánkon. Ugorjunk tovább, mondjuk egy médium pályát bevállalok szívesen, ugyanezzel a motorral. Ahogy láthatjuk, a pályákat nagy odafigyeléssel csinálták meg, sőt úgy, hogy többször is kijátszható legyen a játék, több útvonalat is beleszerveztek jó pár pályába. Szóval ez is elősegíti azt, hogy egy szavatosabb játékot adjanak ki a kezeik közül a készítők. Hoppá! Okoskodni kell sok helyen tényleg, mert eléggé nehézkes a játék. A különböző ilyen stuntokért nem kapunk több pontot, tehát hogy mi hányszor piruettöztünk a levegőbe, ez nem számít. Viszont az idő az még inkább, szóval igazából itt az időre kell hajtani. És eléggé brutális eredmények szoktak lenni, tehát most én mentem egy 50-es időt, hogyha megnézzük az overall statisztot, akkor 25 másodperc, tehát a fele idő alatt le tudta nyomatni ez a srác, sőt a leaderboardban vissza lehet nézni az összes leaderboardba került replayt. Ez egy nagyon jó cucc, mert legalább láthatjuk, illetve tanulhatjuk a trükköket a nagyoktól. Ahogy láthatjuk, ő azért már egy durvább mocival ment. És hát nem egy órát játszott a játékkal, és ennyi. Be is ért. Elég durva, szerintem. Egy másik fontos momentum a játéknak a Skill Games nevű opció, ahol különböző feladatokra vállalkozhatunk, és ugyanúgy majd a top listába bekerülhetünk. Nos, én egy párat már sikerült legyőznöm, tehát egy pár barátomat már lenyomtam a top listáról. Nézzünk esetleg most egy ilyen Skyjump nevű dolgot. Itt igazából siugrást kéne elvégeznünk, de valójában ez egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy öngyilkos mutatvány. Minél messzebb el kell rugaszkodni a motortól.
megvan ennek is a maga trükkje. Na mindegy, most nem sikerült. 190,24 métert tudtam megtenni, hát nem rossz, nem rossz, majdnem első lettem. Aztán akkor még találhatunk itt ilyent, hogy labdában kell egyensúlyozni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Ami most úgy tűnik, hogy végre megy. Jaj, 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 csak el ne szóljam magam. Igen, 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 végre, végre. Ez most eléggé rekordszagú. Jaj, hát idáig sikerült eljönnöm, azt hiszem, hogy harmadik helyezettként tudtam beesni. Még így is csak a 20.000. overall statisztikát nyújtottam. Mindegy. Akkor még esetleg nézhetünk egy, nem is tudom, egy ilyet, delivery. Egy 600 köbcentis motorral kell megtenni annyi távolságot, amennyit csak tudunk, és ahogy láthatjuk, a hátulsó pótkocsiban egy bombával megrakott kis dolgot kell szállítani. Vigyázni kell, mert egy kicsit megreccennek a bombák, és már is robban minden, szóval óvatosan kell itt menni nagyon. Még egy bizonyos szintet eltűr. De viszont itt szerintem... Igen. Hát ez sajnos így kampó. Na szóval érdekes skill games-ek vannak, sajnos csak ennyi van, az utolsó hármat még nem sikerült feloldani. Nézzük az utolsó dolgot, ami a játékhoz tartozik. Mindenki kedvére szabhatja a saját pályáját, le is tölthet mástól, esetleg megoszthatja őket, vagy át is alakíthatja. Nos, lépjünk be akkor az editorba, amit itt láthatunk. Egy eléggé kemény kis sandboxos dolgot találhatunk itt. Minden egyes objektumot, akár még a pályát is átalakíthatjuk efféleképpen. Bármit, tehát tényleg egy eléggé durva kis mapszerkesztő van itt a rendelkezésünkre. És nem csak erre nézhetünk, hanem még akár így is tájékozódhatunk. Érdekes, érdekes. Nos, akkor rakjunk le pár objektumot. Számtalan dolgot lerakhatunk az editor módban. Teszem azt például különböző lécektől elkezdve megvilágításokon át. Ahogy ezt így láthatjuk, forgathatjuk is őket. Dekorációkat, köveket, különböző struktúra elemeket, mindent lerakhatunk. A kedvencem személy szerint a dinamitos doboz, amit meg is mutatok, hogy hogyan működik. Egy gombnyomás, aztán játszhatunk is a saját pályánkon, ahogy láthatjátok. Valahogy így működik ez a kis dinamitos doboz. Szóval, amit itt építgetünk, azt azonnal át is szabhatjuk, várakozási idő nélkül, vagy akár mehetünk is rajta egy-két kört, ahogy jól esik. Szóval eléggé komplex a játék, én ajánlom, hogy vegyétek meg. A migrációnak köszönhetően beszerzett pontok segítettek ebben nekem. Köszönöm szépen Atkának még egyszer. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató játék lett. Sziasztok!